Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőt. Rövid kis előadásom címe Elektronikus mágia, amely önmagában is magyarázatra szorul. Az elektronika, elektronikus jelző a mérnöki tudományok egyik legpragmatikusabbikára utal, míg maga a mágia szó nyilvánvalóan valamilyen elvont, misztikus, irreális dolgot jelöl. Előadásom varázslás része következik, hiszen az látszik, hogy egy vékony kis asztali monitorokból kiszerelt xenonlámpa papírlap fölé helyezve, szemmel látható mindenféle villamos csatlakozás nélkül erősen világít, és az éppen gerjesztett kis darabkája nagy intenzitással szórja a fényét. Az is megfigyelhető, hogy ha elmozdítjuk, akkor ez a gerjesztett darab ez mindig máshol helyezkedik el, viszont remekül világít. Varázslást folytathatjuk, hiszen most egy kis zseblámpa izzó látszik a papírlap fölé helyezve, amely láthatóan világít maga biztosan. A kis zseblámpa izzóhoz két vezeték kapcsolódik csupán, viszont a vezetékek másik vége sehova nem csatlakozik. És a zseblámpa izzó szemmel láthatóan maga biztosan világít ebben az esetben is. Nyilván az alatta elhelyezkedő gerjesztésnek a nagyfrekvenciás oszcillátor meglehetősen nagy kimenő teljesítményének betudhatóan. Látszik, hogy a fénycső továbbra is világít, és hát a varázslást személyes indítatástól függően tudnánk folytatni, azonban elemeltük a fénycsövet és kialudt. Úgyhogy a papírlapot el fogjuk mozdítani, és mindjárt fényről a turpisságra, hiszen papírlap alatt maga az oszcillátor kapcsolása látható. Ahol is a fénycsövet olyan helyre kell tenni, olyan csatolási körülmények között kell elhelyezni, hogy a gáz ismételten gerjesztődjön és a fénycső begyújtson. Az ábrán egy közel 100 éve jól működő kapcsolás látható. Ez egy úgynevezett ellenütemű oszcillátor, amely egy kettős triódával, elektroncsővel működik. A triódák anód körében egy L2-vel jelölt induktivitás látható, amelynek közép kivezetése mintegy 350 volt potenciálon van. A csövek rácsára ugyancsak ellenütembe L1 tegercsen keresztül csatolunk vissza, míg az elektroncsövek katód elektródája földpotenciálon van, egy P potenciométerrel beállítható munkaponttal. A geometriától és némi alkatrészparamétertől függően ennek az oszcillátornak a frekvenciája 3-400 MHz. Ezek a kép kockák, amelyet most láthatnak, ez a mindenre fényt derítünk égisze alatt fogalmazódik meg, hiszen magának az oszcillátornak a fizikai valója látszik. A kapcsolás, mint említettem, egy kettős triódából áll, amelyhez anódkört illetően egy kicsatoló tekercs, illetve ráskört illetően egy visszacsatoló tekercs látszik. Az elektroncső munkapontját az ábrán látható potenciométerre tudjuk beállítani. A fűtő teljesítmény, illetve a nagy feszültség kapcsolódik magához, az oszcillátorhoz. Papírlapot E fölé helyeztük, és a papírlap másik oldalán nyilvánvalóan maga a zseblámpa izzó, illetve a xenoncső látszik. Az előadó, sőt a bűvész habitusától függően különféle módon lehet elkápráztatni a közönséget egy ilyen kis xenon csővel, egy apró kis fénycsővel, kellő színpadi jártossággal, különböző trükkök bedobásával lehet meggyőzni a varázslás nagyságáról a publikumot. Hát itt is némi játékossággal igyekszem bemutatni azt, hogy ez a fénycső meglehetősen jól begyújt. Nyilvánvalóan attól fog, hogy melyik pontját fogom meg, illetve milyen módon
csatlakozik, vagy milyen módon érintkezik a gerjesztő térerősséggel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és kellő körültekintéssel, óvatossággal, de mindenkinek kísérletező varázslatot kívánok. Köszönöm még egyszer!